A törődés napján vagyunk itt a Bölcsödénél, a Budapest Bank nem első alkalommal szervezi meg ezt a napot, ezt a társadalmi munkát a dolgozói részére. Egy kicsit elevenítsük fel ennek az akciónak a múltját. A Budapest Bank számára kiemelt jelentőséggel bír, hogy támogassa a helyi szervezeteket. Ez igazából egy hagyomány már nálunk, aminek immár 20 éve teszünk eleget, évente 2 alkalommal, ezt általában tavasszal is ősszel tesszük meg. Idén ősszel a Budapest Banknál 18 darab fiók csatlakozott ehhez a programhoz, aminek az a része, hogy különböző közhasznú intézményeket, egyesületeket támogatunk. Természetesen a fő cél az az, hogy azért gyermekek legyenek ebben a programban, hiszünk abban, hogy a gyerekek a jövője a társadalomnak, úgyhogy emiatt szeretnénk minél élhetőbb környezetet biztosítani. Tudomásunkra jutott az, hogy 2011 óta nem volt az intézménynek a kerítése festve, és egyeztettünk a bölcsöde vezetőjével, aki jelezte, hogy nagyon örülne annak a lehetőségnek, hogyha ezt támogatnánk. Ebben nagyon nagy segítséget kaptunk, hiszen amint látható, a bölcsödés gyermekek szülői is segítenek részünkre, illetve a Budapestban munkatársai is láthatók, hogy piros pólóban, arra külön büszke vagyok, hogy az egész fiók itt van és megjelent, tehát hogy nem csak a dolgozók, hanem akár a takarítónőnk is itt fest nagy örömmel. Azt gondolom, hogy kiemelt jelentőségű ez a történet, hiszen Kiskörösön már régóta nem volt erre le alkalom, inkább így mondom, illetve amióta én vezetem a fiókat, ez az első alkalom. Én szeretnék egy hagyományt teremteni ebből, és szeretném minden alkalommal támogatni a kiskörösi közösséget. Hogy került a bölcsöde kiválasztásra, illetve a kiskörösi fiók választja ki, hogy mi az a, melyik az az intézmény, ahová elmegy, vagy központilag mondják meg, illetve minden Budapest Bank az országba teljesítheti ezt a vállalást? Így van, így van. Ez alapvetően pályázati úton működik, tehát ezért az egyesületeknek meg kell felelni bizonyos kritériumoknak ahhoz, hogy mi támogatni tudjuk. Ez természetesen törvényi követelmény. Pályázat útján, tehát mindenfélében mi meghatározzuk azt, hogy melyik egyesület és melyik szervezet az, akit támogatunk, és akkor így nagy szerencsénkre elnyertük ezt a kiskörösi pályázatot, és tudjuk támogatni a bölcsödét. Igazából, ahogy az előbb is mondtam, én azt tartom fontosnak, és a is, hogy itt bölcsödéről van szó, tehát azért a dolgozó szülőket tudjuk ezzel támogatni. Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban azért ennél fontosabb nincs Kiskörösön, de szeretettel várjuk az ötleteket, tehát akármire nyitottak vagyunk. Ez nem csak társadalmi munka, hanem anyagi támogatás is, ha jól tudom. Így van, ezzel is jár természetesen. Mennyi ez az anyagi támogatás, és ezt mondjuk a festékre fordítják ebben az esetben, vagy milyen célra fordítható? Gyakorlatilag tárgyi eszközökre is fordítható. Ebben az esetben ugye a festékanyagot támogatjuk, illetve saját munkánkkal is. Ez mindig változó, tehát azért én már 2017 óta vagyok a Budapest Banknál, tehát volt szerencsénk akár térkövezést biztosítani egy másik bölcsödének, a Kalocsai Kórháznak például kötszereket biztosítottunk a gyerekosztálynak, illetve a tavaszi, bocsánat, az évszakokkal kicsit bajba vagyok, de a legutóbbi megmozdulásunkkor pedig a Dózsa iskolának biztosítottunk padokat a kültérre, ugyanis a Dózsa középiskolában nem volt erre lehetőség, és gondoltuk, hogy ezért a diákok, hogyha szünetbe kimennek az udvarba, kényelmesen leülhessenek, úgyhogy 16 padot vásároltunk részükre. Amikor megkerestek benneteket a Budapest Banktól, hogy a törődés napján segítenének, akkor ti mondtátok meg, hogy miben kellene segíteni, vagy ők döntötték el? Igazából ez úgy zajlott, hogy van egy nagyon kedves szülőnk, aki a Budapest Bankban dolgozik, és az ő ötlete volt, hogy ezt a projektet megvalósítsuk, és ő mondta, hogy mire lehet ezeket felhasználni, ezt a pénzösszeget, és hát mondtuk, hogy hú, ez nagyon jó, hogy a kerítésfestés, hiszen már 8 évvel ezelőtt volt utoljára festve, úgyhogy nagyon-nagyon megkopott a festék a kerítésen, és terveztük már, hogy ezt minél előbb meg kellene valósítani, és így egy álom valóra vált. Úgyhogy... De gondolom nem fért bele a mindennapokban, meg a költségvetésben, hogy ezt megcsinálják. Hát nem, mert azért ez elég nagy összeg. Ugye 120 ezer forint támogatást kaptunk a banktól, és azt el is költöttük festékekre.
Csak a kerítést festés, vagy azért volt más, vagy lenne esetleg más ötletetek is, amiben tudnának segíteni társadalmi munkába önkéntesek? Úgy van, ebből a pénzösszegből nem csak a kerítés lesz most lefestve, hanem a benti nagyon szép játékainknak a faszerkezete eléggé megkopott, tehát azokat is szeretnénk átfesteni, korlátokat, meg a záró kis kerítéseket. Az udvar felújítást nagyon szeretnénk majd, de az önkormányzat júniusban befogadni egy pályázatot, amiben remélhetőleg az udvar felújítása is benne lesz, úgyhogy akkor már tényleg nagyon-nagyon szépek leszünk. Budapest bankosok említették, hogy náluk ez egy közösségformáló esemény is. Nálatok is, hiszen látom, hogy itt vannak a bölcsis nénik is. Igen, ez egy tényleg nagyon jó kis közösségformáló. Ahogy említetted, a bölcsis nénik, igen, a kisgyermeknevelők is részt vesznek ebben, illetve nagyon sok szülő, és akkor így egy kicsit azért lehet beszélgetni, jó érezni magunkat, meg tényleg látom a szülőkön is, hogy nagyon szívesen segítenek, hiszen az ő szeretett gyermekük jár a mi intézményünkbe.